A DK képviselőjét köszöntöm a stúdióban. Jó estét! Jó estét! Ugye azt mondják, hogy maga a miniszterelnök hozta meg a döntést K. Endre szabadon engedéséről, mindez pedig az igazságügyi minisztérium forrásaira hivatkozva állítják. Még azt meg sem kérdezem, hogy kitől származik konkrétan az információ, de azt igen, hogy milyen... Is tudja, mit mondanék el. Igen, milyen... Azt biztos meg tudja mondani, hogy milyen magas beosztásból érkezett. Tehát most a minisztériumon belülről egy ott dolgozótól? Maradjunk annyiban, hogy az igazságügyi minisztériumból származó forrásaim szerint. És nagyon fontos látni ennek, mert olyan sokszor beszéltünk róla, de most a napokban annyi mindenről beszélünk sokszor, hogy volt ennek az egész kegyelmi kérvénynek a valóság története. Varga Judit és az ő szakértői, elsősorban az ő szakértői ezt a kegyelmet nem támogatták. Így küldték fel Novák Katalin köztársasági elnöknek. Novák Katalin valami miatt azt a kegyelmi kérvényt, amit nem támogat az igazságügyi miniszter, úgy küldte vissza, hogy ő támogatja. Na erre kell a végső bejegyzés, az igazságügyi miniszter ellenjegyzése. És ugye maga Varga Judit volt férje is azt mondta, hogy hát, hogy miért gondolta meg magát, ez jó kérdés. Na mi úgy tudjuk, hogy úgy azért gondolta meg magát, mert hogy egyeztetett Orbán Viktorra, és Orbán Viktor mondta ki a döntőszót. Ezt mikor kapták meg ezt az információt a minisztériumból? Igazságügyi minisztériumi forrásaink közölték velünk, hogy most két ez órája... Ez tegnap, vagy ma, vagy ez mikor? Ez egy egészen friss információ. Ez egy egészen friss információ. Miért tette volna ezt a miniszterelnök? Ez nem az első eset volt. De akkor úgy kérdezem, hogy pontosan mit állít az informátoruk egészen pontosan? Ezt, hogy a végső szót, hiszen a köztársaság elnök és az igazságügyi miniszter között ellentmondás volt. És erre utaltam is a sajtótájékoztatón, hogy ez egyébként összecseng Orbán Viktor korábbi kormányzása idejére datálható gyakorlatával. Hiszen 1998-ban az elhíresült Kunos ügyben ott is ellentét volt, különböző vélemény volt a köztársasági elnök és az igazságügyminiszter között. Kunos Péter kegyelmi kérvényét Dávid Ibolya nem támogatta, Göncz Árpád viszont támogatta. Visszapattant az ügy Dávid Ibolyához, és akkor, hogyha visszakeressük Kunos Péter, kegyelem, Dávid Ibolya, Orbán Viktor, Göncz Árpád, ezeket a kereső szavakat bárki beírja az interneten, akkor meg lehet találni a korabeli cikkekben, hogy végül Dávid Ibolya egyeztetett a miniszterelnökkel, volt egy megbeszélés, és a miniszterelnök elfogadta az igazságügyminiszter döntését, hogy ő nem támogatja, és nem fogja ellenjegyezni. Volt már ilyen politikailag kényes kegyelmi ügyekben a miniszterelnök és valamilyen szinten egészen biztos, hogy egyeztetnek. Hogyha visszaugrunk, akkor ugye mindez, amiről beszél, feltételezés, ugye egészen addig, míg nincsen rá bizonyíték. Van-e esetleg arra az informátoroktól ígérvény, hogy valamilyen formában erre lesz bizonyítéka esetleg a DK-nak? Én szerintem ezt nagyon könnyen lehet bizonyítani. Ki kell állnia a miniszterelnöknek, és el kell mondani, hogy mi történt. Azt egyébként nagyon nem javaslom Orbán Viktornak, hogy megint a szemünkbe hazudjon. Tehát, hogyha kiáll, akkor végre mondja el az igazat, mondja el, hogy miért. Hogy ezt a sumákolást, ezt a bujdoklást, amit az ország miniszterelnöke művel, hát most már hány napja megbukott a szombaton lesz egy évértékelő beszéd, tehát egészen biztosan, hogy biztos kiáll beszélni. A szövegét. Esetleg majd Balogh Zoltán lesz a előhangot, ahogy szokott az évértékelő beszéd. Fog tudni olyat mondani szombaton az évértékelőn erről a miniszterelnök, amire mondjuk azt mondja a DK vagy ön, hogy ez akkor elfogadják igazságként, vagy igazságnak? Hát én már azt sem fogadom el igazságnak, amit Orbán Viktor és társasága kérdez, mert hogy ebben az ügyben már annyi hazugság volt, először a csillagoseget is letagadták, mintha nem lenne semmi keresnivaló, akkor elkezdték mosdatni ezt a pedofil bűncselekmény segítőjét, hogy na de jól viselkedett, meg a erdélyi szegény édesanyja, hogy tartozik ez ide? Mikor szóltak ezek az emberek, Orbán és társasága, mikor szóltak az áldozatokról? Micsoda szégyen teljes az, hogy egy egyházi ember, Balogh Zoltán tegnap kiáll, és azt mondja, hogy ő elnézést kért azok, kitől? Az el nem hagyta a száját az a szó, hogy áldozat. Itt kis gyerekekről beszélünk, akiket éveken keresztül megerőszakoltak. Védtelen, ártatlan gyerekeket megerőszakoltak, bűncselekményt követtek el. Egy ilyen embert, ennek a bűnnek a segítőjét ezek az emberek meg mentegetik? És a végén nem áll ki Orbán Viktor, nincs köztársasági elnöke, a volt igazságügyminisztere is belebukott, a miniszterelnöknek majd szava nincs. Arra az egyértelmű kérdése nem ad válasz, hogy miért? Miért adtak kegyelmet ennek az embernek? Na, meglátjuk, hogy szombaton ad-e választ ezekre a kérdésekre. Még egy dolog, a DK elindított egy aláírásgyűjtést, illetve lesz egy közös, most már közös ellenzéki tüntetés is a közvetlen államfőválasztásért.
Hány aláírás érkezett eddig? Ozi, most már egy jó pár napja. 40 ezer fölött volt már az utolsó információm. Nagyon sokan követelik, és nagyon bízunk abban, hogy 25-én, február 25-én vasárnap közös ellenzéki tüntetésen az emberek kinyilvánítják az akaratukat, hogy elég már ebből az orbáni vírcsapból. Nem félnek attól, hogy most nagyon kevesen voltak a Momentum tüntetésén. 100-200-an kolléganőnk volt kint, kapcsoltuk is a Voxban. Nem tartanak attól, hogy nem mennek el elegen? Hát most nem tudom, mit jelent az, hogy elegen. Abban reménykedem, hogy a most pénteki tüntetés is nagyon hatásos lesz, amit önök is említettek, az influencerek szerveznek, és pont a parlamenti ülés előtti napon, vasárnap, ugye 26-án kezdődik a tavaszi ülésszak, és vasárnap este van ez a tüntetés, és pont hétfőn kell a parlamentnek elfogadni a Novák Katalin lemondását. Szóval ott 25-én fejezzük már ki a közös akaratunkat, hogy elég volt ebből a minden elemében bűzlő, romlott rendszerből. Három köztársasági elnöke Orbán Viktornak vagy csak aláírt, vagy kettő abból megbukott. Most egy újabb bólogató Jánost fognak nekünk megválasztani. Majd Navracsics Tibort, aki egyébként már isteni jól szerepelt, hiszen már egy baltásgyilkost ő már elengedett. Kegyelembe ő is eszméletlen jó. Köszönöm, hogy itt volt. Én is.